Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nagy idők, nagy tanúi legendákat fogunk bemutatni ebben a sorozatban, ahogy ígértem önöknek. Egy legendás apa, legendás fia a vendégem, Tiber Krisztián. Üdvözöllek és üdvözlöm a nézőket. Szervusz, is, sok szeretettel. Ugye édesapád Tiber László, azt hiszem, hogy ezt a nevet, amíg világ a világ, minden székesfehérvár és magyar futballrajongó áhítattal említi. És hát te magad is legenda vagy. És nagyon-nagyon fontos, hogy a pályafutásod milyen tanulságokkal bír, mert én azt gondolom, hogy az az időszak, amelyet te az élvonalban töltöttél, és aztán később Ausztriában is, mind-mind tanulsággal szolgál. Önmagában a pályakezdésed is egy fontos adalék az egész történethez, hiszen soha nem könnyű egy ismert és kedvelt, sőt mondom, szeretett édesapa fiaként boldogulni a futballpályán sem, hiszen mások az elvárások, más az indíttatás, de hát neked sikerült. Kezdjük az elején. Ugye az alapvetés volt, hogy mindenképpen futballozni fogsz. Így van, ez azt hiszem nem volt kérdés az első perctől kezdve. Édesanyám nagy bánatára, nyilván most csak az első időkről beszélek, a kezdeti időkről, de nyilván az időm nagy részét a Videóton stadion töltötte ki, mert édesapám rendszeresen hordott ki magával már 3-4 éves korban is az edzésekre, úgyhogy beleszagoltam elég hamar ebbe a futball körüli levegőbe. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy töpörtű korod óta ismerlek, tehát végig tudtuk kísérni azt a pályafutást, ami azért tudatos volt, és azt is, hogy azért idejekorán kiderült, hogy megvan benned a tehetség is. Igen, hát ahogy szokták mondani, egész kiskorban elkezdtem már a nevelőklubomban, tehát végigjártam úgymond azt a szamárlétrát, amit végig kell járni egy játékosnak. Volt olyan időszak, ugye akkor még nem ez a rendszer volt, ami most, hogy a 15 éves a 15 évesekkel, a 11 a 11-el, hanem volt serdülő, egy serdülő kettő, ifi egy, ifi kettő. Volt, amikor a saját korosztályban játszottam, volt, amikor az egyel idősebbeknél játszottam, úgyhogy, de hál' Istennek egy olyan gyönyörű gyerekkorom volt, meg ifjúsági korom volt itt a Videóton színeibe, az utánpótlásba, hogy tényleg csak pozitív élményeket tudnék felsorolni. Nyilván volt egy-két negatív is, de az eltörpül a sok pozitív mellett. Tehát sikeres volt az ifi csapat. Ki volt az a mestered, akire ma is szívesen emlékszel? Hát nagyon sok nevet föl tudnék sorolni, kezdve a Pemmel Gyuri bácsitól, a Jung Józsi bácsitól, Isten nyugosztalja, a Szabó Karesznak nagyon sokat köszönhetek, igaz ő már a tartalék csapatban játszottam nála, az akkori Vidi 2-ben, de ide sorolhatnám még a Bori Lajost, ide sorolhatnám az Ispai Tibi bácsit, akinek a kezei alatt szintén dolgoztam egy rövid ideig, úgyhogy nagyon neves és jó edzőket dolgozhattam, hál' Istennek. Mi volt az áttörés? Hiszen azt tudtuk, hogy gyors vagy, az alkatod olyan volt, mint édesapádé, tehát gyors voltál, labdabiztos voltál, tehát technikailag rendben volt az egész. Melyik volt az áttörés számodra? Ugye az elején azért voltak olyan visszhangok, hogy ugye kicsi vagyok, alacsony vagyok, esetleg fizikálisan nem tudom ezt megugrani, ezt a lécet. Aztán hál' Istennek voltak olyan tulajdonságaim a tehetség mellett nyilván, amivel előnyt tudtam ebből kovácsolni. Én úgy gondolom, hogy az IFI 1-es időszak az már olyan volt, amit meg is nyertük az IFI csapattal az országos bajnokságot akkor, hogy az egy áttörés volt. És ugye rengeteg nemzetközi tornán indultunk akkor, tehát évente kétszer, háromszor voltunk nemzetközi tornákon, Olaszországban, Németországban, Franciaországban, rengeteg első helyezéssel vagy dobogós helyezéssel jöttünk haza, több gólkirályi címet is szereztem ezeken a nemzetközi tornákon. Talán tehát az volt az előnyöm, amit kérdeztél, hogy volt egy olyan születési dolog, amit nem lehet tanítani. Tehát, de a gólérzékenység legendás volt már. A gólérzékenységet nem lehet tanítani, talán tudtam, hogy hova kell belépni, éreztem, hogy hogy kell érkezni a kapu elé, és nyilván azért az átlag feletti gyorsaságom volt.
nem olyan, mint édesapámé, mert ő hosszú távon is, 50 méteren keresztül is tudta azt a tempót. Én az a 10-15-20 méter, vagy 5-10 méter, ami kellett, ott voltam, abba voltam erős. 30-40 méteren már utolértek. Világos. Legendás volt az a ifi csapat mindenképpen, hiszen azt mondom, hogy több mint 10 az első osztályban is bemutatkozhattatok. Aztán 93-ban te is bemutatkoztál az első csapatban. Viszont nem úgy alakult. Tehát mi mindannyian azt gondoltuk, hogy abból az ifi csapatból az lesz a következő nagyon erős videóton alapja. Nem egészen így történt. Mi lehetett ennek az oka? Hát ezen nagyon sokat gondolkodtam már. Ugye 93-ban megkaptam én is a lehetőséget többet magammal, Földes Gabival, Zimmermann Tomival, Heitzinger Janival, tehát többen a tartalékcsapatból. Ugye előző évben megnyertük a tartalékbajnokságot a Szabó Karesszal, és egy nagyon jó csapat volt abba a keretben is. Jávorka Bandi, aki sajnos a napokban hunyt el, Isten nyugasztalja, a Cucu Bandi, a Király Józsi, a Babai Laci, tehát nagyon jó csapatunk volt, és megkaptuk a lehetőséget 93-ban az első csapathoz, de sajnos ez csak egy év lett. Az, hogy ez most miért így történt, lehet, hogy az élet így akarta. Az biztos, hogy ez egy nekem nagyon... Nagy csalódás volt? Nekem igen, ez egy nagyon nagy csalódás volt. De édesapámat megkérdezed, akkor ő ezt tanúsítja is. Hát ez egy akkora csalódás volt, hogy ugye akkor elmentem egy év után, ráadásul úgy, hogy az első NB1-es meccsemben az Újpestnek győztes gólt rúgtam, és 7 meccsen szerepeltem még abba a szezonba. Én úgy gondolom, hogy nem is rosszul. Aztán az akkori vezetés úgy döntött, hogy nem tart igényt rám, illetve többen magamban le kellett mennünk a klubtól. Volt egy fél év NB3 Velencén. Igen, ez nagy bátorságra van, hogy bevállaltad az NB3-at akkor. Akkor a Szondi ugyanis Velencén igen, játszott. Szondi Velence volt. Balogh Misi bácsi hívott, hogy menjek. Igazából kölcsönbe mentem én akkor a Szondi Velencébe, mert akkor volt egy ilyen fúzió a két csapat között, és a Misi bácsi lehetőséget adott nekem. Nem bántam meg egy percet sem. Tehát úgy gondoltam, hogy egy fél évet vagy egy szezont lejátszom NB3-ba, ha jól megy a játék, akkor nyilván lehet, hogy felfigyelnek rám újra itt a nevelőklubomnál, vagy esetleg más csapathoz el tudok igazolni. És igazából ez jól is alakult, mert fél szezon alatt rúgtam 14 meccsen 14 gólt. 1-1 gólátlag. Igen, az... igen, a Szokolai Laci volt akkor az edző az NB3-as csapatnál Velencén, és... Aztán jött még egy csalódás, amire úgy gondoltam, hogy erre a teljesítményre azért lehet, hogy felfigyel majd a videóton vagy egy más klub. Aztán úgy alakult, hogy akkor éppen ez nem így történt. Mert jött egy csoda. Én azt gondolom, hogy méltatlanul kevés szó esik a mi barátunkról, aki a Gászerből NB1-es csapatot csinált 3 esztendő alatt. Ugye te is NB3-ba igazoltál, aztán jött az NB2, NB1, és Agár csoda lett. Így van. Ezt te hogy élted meg? Hát ez egy... És csupa mellőzött videóton futballistával, azt azért tegyük hozzá. Ugye én annak idején végigkövettem ezt az egész történetet, Mayer Lali ifi edző volt ott, és így tovább. Nagyon sokat beszélgettünk erről. Azt mondta, hogy ő megtalálta álmai vezetőjét, hiszen egy olyan csapatot épített fel. Ez így van. Ez ugye akkor még úgy alakult, hogy akkor én még Velencéről kimentem egy évre a Lukács Laci barátom, aki ugye kapusként tevékenykedett a MÁV előréből, kint játszott akkor Ausztriában egy 5. osztályú csapatba, és amit az előbb említettem, hogy ez egy nagy csalódás volt, hogy a Videótontól el kellett jönnöm, illetve az még egy, hogy egy ilyen fél szezon után nem tudtam visszatérni az NB1-be, és úgymond kimenekültem Ausztriába egy évre. És hát ez onnan indul ez a Gászeres történet, hogy akkor a Mayer József megkeresett engem, aki ugye a német Laci mellett a Gászernek a szakmai vezetője volt. Akkor megye egybe szerepelt a Gászer, és én akkor még úgy gondoltam, hogy még maradnék egy kicsit Ausztriába. Tehát volt egy olyan célom is, hogy esetleg ha ott jól teljesítek, akkor esetleg Ausztriába már ott magasabb osztályba elmenni. Aztán addig ment a Németh László úrtól, az elnök úrtól, meg a Mayer Józsitól ez a,
ez a nyomás, hogy amikor már harmadszor vagy negyedszer mondták, hogy na most akkor itt van a vége, és ha most jössz, jössz, ha nem jössz, nem jössz, többet nem könyörgünk, ez valahogy így nézett ki abba az időbe, akkor visszatértem, 96 januárjában az NBA, akkor már az NBA 3-nak a tavaszi szezonjába. Tehát, ezt szó szerint mondhatjuk, hogy megérkeztél. Tehát otthonoddá vált, hiszen már rögtön feljutottatok NB2-be, gólkirály lettél. És ráadásul kialakult egy olyan csapat, ami nagy meglepetésre egyszerűen nem volt elképzelhető, hogy ne jusson fel. Nehezen sikerült, de feljutottatok az NB1-be. Így van. Tehát ugye, ha már visszamegyünk a megyébe, akkor is látszott, hogy az a keret sokkal erősebb. Tehát mindig egy osztállyal erősebb kerete volt a Gászernek, tehát megye 1-ben is már NB3-os kerete volt. Amikor én visszajöttem NB3 fél szezonba januárjával, akkor már NB3-ban is egy olyan acélos keret volt, hogy már ugye az őszi szezonban is a dobogó talán lehet, hogy nem elsőként, de ott voltunk az első háromba, de nagyon szoros volt, ha emlékszem. És hát a tavaszi szezonunk az meg úgy alakult, hogy amit el is tervezett nyilván a vezetőség meg a klub, hogy azt hiszem már 2-3 fordulóval a bajnokság vége előtt megnyertük az NB3-at. Nehéz meccsek voltak, de sima volt az NB3, NB2 nem különben. Ráadásul az NB2-es szezon meghozta az újabb gólkirályi címedet, hiszen 18 góllal lettél akkor gólkirály, és számomra egyértelmű volt, hiszen jártunk Gászer meccsre, hogy ez egy olyan csapat, amely, ha nem történik valami különlegesség, az NB1-ben is megállja a helyét. Így van. Tehát sikerült egy olyan felkészülést produkálnunk az NB2-be újonc csapatként, ami tényleg arra prezentálta a csapatot, hogy itt is nagyon komoly céljaink lehetnek. Nyilván itt már azért jöttek be külsős játékosok, tehát itt már azért nem csak a videóton nevelés. Ugye, amit az előbb mondtál, ez egy óriási nagy adóász volt a kezünkben, hogy tényleg szinte NB3-ba, meg amikor feljutottunk NB2-be, csak videóton kötődésű játékos volt. Itt már jött egy-két játékos kintről, de hamar be tudtak illeszkedni, és óriási nagy erősségei lettek az NB2-es Gászernek, olyannyira, hogy az NB2-t is azt hiszem száz szalombattába játszottuk talán a utolsó előtti, vagy ott is hárommal, tehát három fordulóval vége előtt már bajnokok lettünk. Meglepetés volt és megerősítést jelentett. Én azt hiszem neked mindenképpen, és nem csak a gólcirály cím miatt, hogy azért mégiscsak szilárdan rendszeresen bemutatkozhatsz úgy az NB1-ben, ahogy te azt megálmodtad. Így is történt. Így is történt, így van. Tehát azért 3 év alatt 3 bajnokságot nyerni egy csapattal, az azóta se történt meg szerintem a magyar futball történelemben, hogy megye egyből elinduljon egy csapat, de ez mondom kellett egy olyan összetartó társaság, és ezt nagyon sok helyen elmondtam már, hogy én minden fiatal játékosnak egy ilyen társaságot kívánok, pályán kívül olyan összetartóak voltunk, szinte tényleg egy nagy család voltunk, és ez meglátszott már, ahogy feljutottunk NB2-be, és ahogy feljutottunk NB1-be, ahogy neki mentünk az NB1-nek, az én fejemben egy percig se. Ugye voltak negatív hangok, hogy majd ahogy feljutottunk, megyünk is vissza. Én ebben 100%-ig biztos voltam, hogy nekünk nem lesznek kiesési gondjaink. Az más kérdés, hogy egy remek szakmai vezetés volt folyamatosan, és ez 97-es, 98-as bajnokságban is bebizonyosodott, hiszen újoncként gólkirály lettél. Egy olyan szintű, ha visszatekintünk arra az időszakra, akkor Illés Béla volt az örökös gólkirály, aztán utána jött a Preisinger, Tököli, Kabát Peti, tehát egy olyan időszakban jutottál el 20 gólig, ami én azt mondom, hogy egy fantasztikus volt. Ezt miként éltétek meg? Hát ez személy szerint ez nekem egy akkora csoda volt, meg elismerés, hogy NB2 után egyből NB1-ben is gólkirály tudtam lenni. Talán, ahogy említetted, a Preisinger Sanyi volt, az ő előttem egy évvel lett NB2-be, és előttem egy évvel lett NB1-be, ugyanúgy az Zalaegerszegbe gólkirály. Nem tudom, hogy így egymás után így a két osztályban rajtunk kívül van-e valaki még, annyira nem néztem utána, de nyilván egy újonc csapatba, aki idézőjelben le volt sajnálva a feljutás után, hogy meg kiesési gondjaink lesznek, egy vidéki kis csapatban tudtam megelőzni olyan játékosokat, akiket mondtál, Váci Zoli, Hámori Feri,
Illés Béla. Tehát nyilván ez egy akkora, nyilván nekem egyénileg is ez egy hatalmas nagy siker volt, de annak még jobban örültem, hogy az a csapat az utolsó fordulóban a Fradival nem 2-2-t játszunk, hanem megverjük, akkor újoncként nem 8-ak vagyunk, hanem 6-ak. Úgyhogy a fél időben 2-0-ra vezettünk már. És kinyílt a világ, mondom én. És teljesen természetesnek vettük, ahogy az minden országban, és úgy tűnik ez csak a fehérvári gólkirályoknál fordul elő, láss Szabó Józsit és téged, hogy a gólkirály nem lesz válogatott. Ez mennyire fáj most így, ha visszagondolsz? Mert akkor, ez még mindig. Akkor beszéltünk arról annak idején számtalanszor, hogy ezt nem is értjük. Ez még mindig. Tehát nyilván, ahogy az évek múlnak, úgy enyhülnek ezek a dolgok, de épp Szabó Józsival beszéltük itt a napokban, meg nyilván ha találkozunk, akkor ez szóba kerül. Most már csak nyilván viccesen, akkor ez nyilván emiatt sokat voltam szomorú, meg talán még sírtam is emiatt nem keveset, hogy én azt gondolom, hogy én amit meg lehetett tenni akkor, hogy én válogatott legyek, azt megtettem. Tehát az összetartásokon is, amire meghívtak, jól teljesítettem, akkor a hétvégi bajnokikon a keret szűkítés előtt, amikor ott voltam a keretben, akkor csak én rúgtam gólt a válogatottbeli számításbeli csatár közül, és mégis én maradtam ki. Én úgy gondolom, ennek személyes okai voltak, most ebben nem akarok belemenni, hogy az akkori szövetségi kapitány vagy ki miatt. Hallottam dolgokat vissza, de igazából változtatni nem tudok rajta, úgyhogy viszont a lelkiismeretem az mindenféleképpen tiszta, mert én akkor megtettem mindent azért, tiszta, hogy válogatott legyek. Édesapáddal beszéltetek erről, aki szintén méltatlanul keveset volt válogatott, mint tudjuk? Sokat. És ő is azt gondolja, nem tudja mai napig a választ arra, hogy miért nem. Voltak olyan hangok, hogy alacsony a válogatott csatársorra, mert akkor ugye a Váci Zoli volt ott még, a Kovács Zoli, hogy alacsony a csatársor, más személyes dolgokra hivatkozott igazából, soha nem tudtam meg az igazságot, ami jól lett volna, viszont én úgy gondolom, hogy a pályán akkor az akkori teljesítményemmel ezt kiérdemeltem volna, ugyanúgy, mint a nem beszélve a Szabó Józsiról, akik sokkal nagyobb legendák voltak, és tehát igazából ez érthetetlen. No. Aztán jött a váltás, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy amikor akasztóra költözött a Gásszer, és szóba került az is, hogy fúzió lesz, és így tovább, az már nem olyan volt. Ez megtörte a te pályafutásod, és az akasztói költözés? Azt gondolom, hogy nem. Nyilván a gólkirály cím után jobban figyeltek már az ellenfelek, tehát nehezen indult be a góllövés az őszi szezonba, de azért egy 5-6-7 gólig akkor is eljutottam a tavaszi szezonba. Elköltöztünk akasztóra. Mi ezt így csapatként nem, mi nagyon jól éreztük magunkat ott. Tehát a Józsi bácsi egy hihetetlen nyitott, őszinte személyiség volt, befogadott bennünket az első perctől kezdve. Ennek az okait most szerintem ne firtassuk, hogy miért kellett akkor nekünk elmenni innen Fehérvárról. Nyilván ez egy furcsa helyzet volt, egy faramuci helyzet volt, de az akkori körülmények között az akasztói stadion volt Magyarország legmodernebb stadionja. Te is jártál ott, sokszor láttad a pálya minősége, az öltözők, tehát az akkori luxus körülmények megvoltak. De hát nyilván az, hogy le kellett utaznunk a pénteki nap, ugye edzés után lementünk, vagy ott tartottunk egy átmozgató edzést, de igazából a teljesítményünkön ez nem látszott. A szurkolóinkat sajnáltuk, hogy ugye azért itt a videóton pályán azért kint volt 2-3-4 ezer ember, aki szeretett bennünket, és azért jött ki, hogy tényleg szurkoljon, és esetleg ne a videóton ellenségeként lásson bennünket, de oda is 2-3 busz azért mindig megtelt. Tehát azért ott is azért több százan utánunk jöttek, nem beszélve ugye a helyiekről. Igen. És aztán megszűnt a csapat. Ez szíven ütött minket is. Nyilvánvaló, hogy az egyértelmű volt, hogy neked lesz utad. Lett is Pestre, mert én azt gondolom, hogy a Vasas, most mindegy, most, hogy jelenleg ugye másodosztályú, de a Vasas az név. Tehát egy legendás klubnak a játékosa lettél. Ez áttörést jelentett neked akkor? Hiszen hívtak, mentél. Így van.
Hát ez, hogyha visszakanyarodhatunk egy percre, még akkor ugye a német László elnök úr engem akkor beivatott a gárdra az irodába. Ugye télen szűnt meg 2000, valahogy így, ugye 99-2000 fordulóján szűnt meg, én 99-ben mentem el, és akkor azt mondta az elnök úr, hogy Krisztián, azt mondja, hogy most újra hívja, mert korábban már volt a Vasastól egy érdeklődés, most utoljára fogadja meg és menjen el, mert sajnos, ahogy szokták mondani, be kell zárnunk a boltot. Igen. És mert... akkor jött két sikeres év, hiszen két bronzérmet szereztetek a Vasassal. Játszottál, jól ment, én azt gondolom, hogy az egy fontos időszak volt a pályafutásodban. Igen, nyilván egy Vasas az mindig egy olyan vonzó erő, hogy azért nem sok játékos mondhatja el, hogy egy olyan csapatban játszott. Tehát azt az egyet így az elején leszögezném, hogy nagyon bánt az is, hogy azzal a kerettel nem tudtunk aranyérmet szerezni. Tehát ez a két bronzérem is persze szép, de azzal a kerettel, ahol egy Mónus, egy Juhár, egy Galasek, egy Aranyos, egy Kabát, egy Szobumi, egy Tóth Andris, egy László, tehát olyan játékosokkal játszottam, aztán a második évben a Tóth Norbi, a Pető Tomi, akikkel nekünk azt a bajnokságot meg kellett volna nyernünk. Pekünkre volt egy parádés formában lévő Dunai Város abban az időben, aki azt hiszem az egyik évben a Dunai Város, a másik évben az MTK előzött meg bennünket. Tököliékkel egy remek évet futott nyilván. Ettől függetlenül, hogy én most is azt mondom, hogy azt a bajnokságot azt mi veszítettük el inkább, az egyik, mert nagyon sok olyan meccsen hullattunk el pontokat, ami a riválisok nem tettek meg, mert a riválisok ellen nem kaptunk ki, ha jól emlékszem. Tehát a Dunai Városban is 2-2-t játszottunk az én két gólommal, akkor otthon azért húzogattuk be a meccseket. Ezek az úgymond idézőjelben gyengébb ellenfelek ellen hullattunk el nagyon sok pontot, de ettől függetlenül, hogy és ez megtörtént a Magyar Kupa döntőjébe is akkor, amikor az MTK vett meg bennünket a régi Népstadionba. Úgyhogy az MTK is egy nagyon erős MTK volt akkor az Illés Béláékkal, Holmai Gabiékkal, Kutor Attilával, tehát az egy nagyon erős MTK volt. Úgyhogy azt a kupa döntőt, a sérülést, mivel sajnos ki kellett hagynom, de az is egy fájó pont, hogy azt a Magyar Kupát nem tudtuk behúzni. De még egyszer mondom, tehát olyan futballistákkal játszottam együtt, nem beszélve Ilovszki Rudi bácsiról, aki egy tünemény ember, és úgy szeretett bennünket, mint a saját gyerekei lettünk volna. Élmény volt. Ugyanakkor két év után elköszöntél, és elkezdődött az az utat, hogy az ország egyik végéből a másikba, tehát akkor irány volt a Debrecen, de az rövidre sikerült. Igen, két éves szerződést írtam akkor alá 2001-ben a Debrecenhez. A Pajkos János volt akkor a vezetőedző, a Makrai Balázs az ügyvezető, ők hívtak engem. Ugye a Vasasnál voltak akkor ilyen kisebb-nagyobb anyagi problémák, ami miatt nagyon sok játékos akkor tovább állt. Ugye a Kabát Peti abban az évben lett gólkirály, azt hiszem akkor ő ki tudott menni külföldre, ami sajnos nekem akkor szintén az én hibámon kívül nem adatott meg, itt a Gászernél. És akkor jött a debreceni lehetőség. Ugye a Debrecen abban az évben úgy maradt bent az NB1-be, hogy a Videóton ellen az Üllői úton megnyerte a Magyar Kupát, ezzel jogot formálva az UEFA kupára, viszont az NB1-be pedig, ha a BKV előre vállalja a feljutást, akkor kiesett volna. Tehát ez is egy ilyen paramuci helyzet volt, de ettől függetlenül nem volt rossz döntés akkor, hogy én elmentem Debrecenbe, függetlenül attól, hogyha egy hetet vagy két hetet még egy kicsit türelmesebb vagyok, illetve ha nem vagyok olyan becsületes, hogy nekem az adott szó is annyit ér, mint az aláírás, mert szóban megegyeztem, de közben engem a Bozsik Peti hátulról az én nyomás alatt tartott, hogy menjek Zalaegerszegre. És csak úgy éreztem akkor, hogy Debrecenben talán könnyebb lehetőségem lesz a játékra, vagy több lehetőségem lesz, mert azért akkor az Zalaegerszeg ugye lemaradtam egy bajnoki címről, hogyha Egerszeget választom itt is, de akkor ugye az Egresiék, a Keneseiék, tehát olyan konkurencia volt ott a csatásorban akkor, hogy inkább úgy döntöttem, meg nyilván az adott szó is kötelezett arra, hogy inkább Debrecenbe mentem, amit nem bántam meg, mert
egy debreceni közönség előtt játszani, ezt neked nem kell mondani, hogy ha megy a csapatnak, akkor nagyon jó futballistának lenni. Ha nem megy a csapatnak, azt is vállalni kell, akkor viszont tényleg lehet egy pokol is, ahogy szokták mondani. Viszont ott is jó közegbe kerültem, jó játékosokkal játszottam együtt, a külföldi légiósok is minőségi légiósok voltak, nem úgy, mint esetleg a mai első osztályban a nagy zöme, és a szakmai munka is azt mondom, hogy ideális volt. A Palkos Jani személyében egy nagyon jó embert és egy jó szakembert ismertem meg. Aztán nem beszélve arról az UEFA kupába, ahol mentünk két kört, mind a két meccsen gólt rúgtam, a moldáv csapat ellen játszottunk, azt hiszem ez a Nistru Otacsi, vagy nem tudom, hogy kell ejteni pontosan. Gólt rúgtam a hazai meccsen, aztán összesorsoltak bennünket, azt gondolom, hogy Európa egyik legjobb, akkori legjobb csapatával, a Bordóval, ahol olyan futballisták játszottak, mint a Dugari, aki világbajnok, Európa bajnok volt, a Smertyin, aki háromszor választottak zsinórba az év orosz labdarúgójának, a Dorasso, aki utána Milánba igazolt, tehát nem beszélve a Paulétáról, tehát olyan csatárcsorúk volt, hogy a Paulétának a válogatott gólrekordját a Cristiano Ronaldo múlta felnőtt, úgyhogy tehát olyan futballisták voltak. Igaz, hogy kikaptunk kint 5-1-re, de hát az egy pályafutásom egyik emlékezetes mozzanata volt, hogy én rúgtam az egyenlítő gólt. És ugye a futballon nincs ha. Igen, esetleg ha úgy alakul az első fél idő vége, hogy nincs az a kiállítás, nem állítják ki a grúz középpályásunkat, vagy ha egy után még volt egy fejesen, bemegy. Ezek olyan élmények voltak, hogy akkor talán nem 5-1-re kapunk ki. Valószínűleg akkor is kikapunk, de nem ennyire. Viszont utána jött életed egyik meghatározó döntése Sopron. Tehát az ország egyik végéből a másikba átszelted az országot, és Sopronban otthonra találtál, hiszen nem titok, a legutóbbi időszakig Sopron lett az otthonod. Tehát most, hogy hazatértél, erről majd nyilván beszélünk. Mi fogadott Sopronban, hiszen a Matáv Sopron se volt standard NB1-es csapat, viszont nyilván olyan körülményeket biztosítottak az ország nyugati végeiben, ami már valóban helye köze nyugat volt abban az időszakban. Így van, ugye ez úgy alakult, hogy az első év után edzőváltás volt Debrecenben, és a Dajka Laci került oda a vezetőedzőnek. Később kiderült, hogy ez volt egy ilyen opció a vezető között, hogyha ugye a BKV-nak volt ő akkor az edzője, amikor a Debrecenben maradhatott, mert nem vállalta a BKV az indulást, és ő lehetőséget kap majd akkor valamikor arra, hogy edző legyen, ez meg is történt. És az még hozzátenném, hogy a Kenesei Krisztiánnak akkor volt egy súlyos szérülése Egerszegen, és engem a Bozsi Peti fölhívott akkor, hogy mennék Egerszegre, és mondtam, hogy persze Peti veled mindenhol van, mert a Petivel a mai napig nagyon jó viszonyom van, és egy nagyon jó szakembernek tartom. És hát mondtam, de hát élő szerződésem van. És hát ugye megkeresték a klubot, aztán a Dajka Laci is azt mondta, hogy szó se lehet róla, standard ember vagyok, nem mehetek. Ehhez képest úgy alakult a pályafutásom a Debrecenben, hogy nem játszottam abban fél évben talán 2 vagy 3 meccset. És akkor a Matáv Sopron csatárgondokkal küzdött, és a Bognár Gyuri volt, aki most a Paks edzője volt, a Sopronnak az edzője, és akkor végül is a Gyurinak a hívására mentem én, akkor Sopronba 2003-ban, jól emlékszem, vagy 2002-ben, már nem tudom, 2002-ben, és hát igen, ország egyik végéből a másikra kellett. Tudtad, hogy az lesz az otthonod hosszú ideig? Nem. Mert ugye a soproni évek után, ugye nem titok, jött újra Ausztria. A Kirschlágtól meg a többi csapaton át, én azt gondolom, és ez elég hosszú időn tartott, hogy az az időszak, tehát még én emlékszem a Kirschlági időszakunkra, a 70-es évek közepén, amikor jószerivel hazajártunk Csiszár Guszti bácsival, de Kirschlág egy gyönyörű település, és az összes többi olyan osztrák település, ahol játszottál, az egy fantasztikus. Tehát sok-sok kicsi ékszerdoboz, mondhatjuk. Így van. A soproni pályafutásom az sajnos nem úgy alakult, ahogy elterveztem. Volt két komolyabb sérülésem is, és hát volt abban másfél évben a Sopron az edzőket, mert nem úgy szerepeltünk, ahogy kellett. Tehát szinte
6-7 fordon dolgoztam együtt a Bognár Gyurival, utána a Komjáti Andrással, jött a Dajka Laci, aki miatt helyüttem Sopronból, aztán jött a Pintér Attila, és akkor a Pintér Attila regnálása alatt jött ez az osztrák lehetőség, és akkor én úgy gondoltam, hogy akkor fölépültem ebből a sérülésből, és akkor kértem a vezetőket, hogy ha megoldható, akkor bontsuk fel a 2 éves szerződésemet, és akkor végül is másfél év után én 2004. januárjában kimentem Ausztriába. Lubickoltál kint? Ezekben igen, az alacsonyabb osztályi igen. csapatokban? Hát ugye a harmadosztályba igazoltam, azért a harmadosztály az igen. elég erős színvonal volt, azért az bőven üti a magyar másodosztályt, most is, úgyhogy ott azért, ha nem volt az ember leedzve, akkor ott azért nem tudtam volna. Tehát azért ezt hozzá kell tenni, hogy az akkori harmadosztályú osztrák csapat átjött engem, és megnézett az NBA, magyar NBA 1-es bajnoki meccsen, hogy teljesítek, és utána igazoltak le. Nyilván furcsa volt az, hogy hirtelen a mindennapi edzésből úgy idézőjelben kiszakad volt, csak 3 edzés volt egy héten. Nyilván ahogy mentem lefele, ahogy már korosodtam, úgy meg még kevesebb. De ettől függetlenül, hogy csak úgy tudtam 12 évig kint futballozni a legmagasabb szinten, teljesen mindegy, hogy milyen osztályról beszélünk, meg gólkirályi címeket szerezni, hogy én itthon is 30 fölött is, sőt még közel a 40-hez is minden nap edzettem. Közben az édesapáddal én napról napra arról beszéltünk, mert minden nap találkozunk Jószerivel, hogy előbb-utóbb majd hazatérsz, és ugye én kérdeztelek is az elmúlt időszakban, években, hiszen azért gyakran találkozunk jótékonysági mérkőzéseken, amit ugye te szervezel, és aztán most megtörtént. Igen, hát ez kerek 20 év volt. Na, hát amikor befejeztem Ausztriába, akkor elmentem még játékos edzőnek egy megyei csapathoz Hegykőre, játékos edzőnek, aztán úgy alakult, hogy pályára már nem léptem, és ez ugye két részre bontható, mert voltam egyszer egy évet, aztán utána voltam fél évet Hegykőn szintén, akkor már megye egybe, szintén ilyen játékos, akkor ugyan már a Finta Zoli volt az edzőpapíron, én segítettem neki, meg az U19-et csináltam edzőként, ugye azt még talán hozzá kell tennem, hogy ugye elkezdtem közben itt az osztrák pályafutásom alatt Sopronba edzősködni gyerekeknél, tehát 10 évet leúztam az ESZT Sopron utánpótlásában, ami egy szép 10 év volt, közben jött ez a másfél év Hegykő. Aztán igen, úgy alakult tavaly januártól már úgy érlelődött a gondolat, ahogy édesapámmal beszéltünk, ő mondta, hogy azt mondja, hogy mikor tulajdonképpen engem Sopronhoz Ausztriába már befejeztem, hogy nem gondolkodom el azon, hogy azzal jöjjek. Ugye mellett ebben az időszakban dolgoztam kint Ausztriába is egy cégnél, aztán dolgoztam az edzősködés mellett Sopronba is egy cégnél, aztán közben megismertem a mostani páromat, és nyilván ez az ő hatására is ez egy óriási nyomás volt, hogy hazajöjjek Fehérvárra, ő szintén fehérvári, úgyhogy ez így minden adott volt. Tehát itthon vagy. Nagymamád, aki most már 96-ban van, és az édesapád is nagyon örült? Igen, úgy gondolom, hogy mindenki nyilván, nekem is ez egy jó érzés, hogy nem havonta egyszer találkozunk, hanem fogom magamat, beülök a kocsiba, vagy átsétálok a mamához, itt van édesanyám, itt van édesapám, hál' Istennek mind a ketten egészségesek. Mamával most sajnos vannak kisebb egészségügyi problémák, úgyhogy ő most lenn van Balaton Földváron egy idősek otthonába, ott próbálják egy kicsit megerősíteni, bízunk benne, hogy 96 évesen még ezt meg tudja oldani, ezt a nagy feladatot. Hát most az van, hogy őt ugye látogatjuk. Most feloldották ezt a pandémiás dolgokat, úgyhogy tudunk menni látogatni, a hétvégén is len voltunk, de nyilván ez egy pontos tényező, hogy itt vannak azt a szülők. Azt tudom, hogy van jövőképet, hiszen dolgozol, és örülünk is neki, hogy újra itthon vagy. Mit kívánjak? Hát én azt gondolom, hogy nyilván a sportba még legalább ennyit jó lenne. Nyilván a sportot azt nem tudja az ember ennyi idő után végleg elengedni.
ismerem, vagy tisztában vagyok a képességeimmel, meg a határaimmal, úgyhogy a sport mellett is van civil életben is egy-két terv, úgyhogy az egészség legyen az a legfontosabb, aztán a többi az majd jön magától. Köszönöm szépen, történjék így. Én köszönöm a lehetőséget. Tiszteltél. Kedves nézőink, folytattuk fehérvári beszélgetéseink sorában a sportolók megszólítását, vendégem Tíber Krisztián volt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!